Kezdjük akkor a fókusz nyílával, tehát fekete nyár. Az első, ugye, mert azt mondtuk, hogy milyen szempontok szerint értékeljük a növényeket, milyen szempontok szerint veszük át az összes növényt, hallottam ön. Díszítő értéke? Igen, pontosan. Jó, rendben, akkor kezdjük tehát a díszítő értékével, ugye a populus nigrának a fekete nyárnak. Az első, legfontosabb, ugye maga a lombozat az egész megjelenése. Európából, Nyugat-Ázsiából, Észak-Afrikából származik, de ugye itt van is őshonos. Egy rendkívül nagy, széles koronája van, amely nem csak fölfelé jön, hanem oldalmás is. Tehát egy nagyon nagy lombtömeget képző növényről beszélgetünk. A törzse az rövid és a vastag oldalágai korán megjelennek. Az esetben csillagos szemben, ugyanis hogyha itt a távolból látják valahol egy út mellett, akkor erről rögtön meglátítani fekete nyárt, jó? Mert egyébként ugye a fehér nyár és a fekete nyár között, hogyha csak a törzsét, meg mondjuk így a fehér nyárnak ugye a leveleit így nem szólunk ki rögtön az elején, akkor bizony az ember ugye el tud benne bizonytalanodni, és általában ugye a nyarak terén nagyon fontos, hogy ezeket a apróságokat megérzi, tehát ezt nyugodtan be lehet keretezni, hogy a törzs rövid és a vastag oldalára jön, viszonylag korán az nem időben korán, hanem térben korán elég hamar így elágatnak, jó? És azok is nagyon vastagok, jó? A fiatal hengeres hajtások csak a végéken bordásak, és vöröses-barna, hosszú, hegyes, nagy ugye van, és kifelé álló a csúcsa. A levelei azok ilyen háromszög alakúak, vagy deltoid alakúak. Változó a mérete, tehát én vízparton már láttam, közel már van ilyen 10-20 centiseket, de van, ahol kisebb, de rendkívül változatos a levelének a nagysága. Így néz ki, jó, tehát itt a háromszög alakú levél, a feketés, barnás, törzs. A virág az kétlakik, lombfakadás előtt nyílik. És akkor most a legfontosabb fajtája, a jegenye nyár, amiről múltkor itt ugye mutattam önöknek egy videót. Még a videókra annyit hadd térjek vissza, hogy ugye amikor év végén, mondjuk májusban lesznek majd vizsgák egyszer, akkor hiába lesz egy vegetációs időszak, és ugye az utcákon, meg a parkokon, ugye mindenütt ugye rajta lesz a lombozat a növényeken, a fákon, akkor sem biztos, hogy lesz idejük az összes növényt ugye körbejárni, valamint ugye, ha sétálnak egy parkba, akkor ugye a legtöbb növényre, sőt egyik növényre sem lesz ugye odaírva az, hogy az éppen milyen növény, tehát nagyon fontosak ezek a videók, mert ezek alapján a habitusát meg az egész jellegét a növénynek meg fogják tudni nézni, jó? Tehát a legfontosabb fajta az az italika, amit Magyarországon jegenye nyárnak hívnak, és hát egy rendkívül jellegzetes. Tegyek fel a kezét, aki tudja, hogy miről beszélünk, és tudja, hogy néz ki a jegenye nyár, és ismerik, jó? Nagyon szép, ilyen kicsit ilyen hát ilyen kicsit egy mondat belőle tettem ezt a két szót, egy kontinentális mediterrán stílus lehet vele Magyarországon így létrehozni. Olaszországon származik, 20-25 méter magasan megnő, ilyen karcsú, oszlopos, az ágai azok így hegyes szögben állnak így felfele, és itthon utak mellé előszeretettel telepítik, Balatonfelvidékre, az Alföldre, nagyon sok helyen, és tényleg rendkívül impozáns látványt nyújt. A hímnyúló barkái március-áprilisban nyílnak, ezek kb. 5 cm-es nagyságúak, és ennek is, mint a legtöbb nyárnak, nagyon törékenyek az ágai. Igényei tekintve fény és meleg igényes, de hát ezt Magyarországon mind megkapja, ugye? Az üres táblás kicsit nedvesebb talajokat kedveli, és hát természetesen a fagytűréséhez nem fér kétség, tehát abszolút bírja a hazai klímát. Hát ezt, hogy a nedvesebb talajt kedveli, az természetesen az azért úgy kerül, mert ha valaki szeretne ilyet telepíteni, mondjuk a tanyájának a sarkába, akkor érdemes kezdetben öntözni, de hát természetesen ott, ahol kifaludtak mellett, ott senki sem öntözi ugye ezt a nevén. Így néznek ki akkor a ügyek, és hát itt egy fiatal telepítést látunk. Ami izgalmas, és erről is készült egy videó, és ezt mindenképpen javaslom, hogy írják fel és nézzék meg, az a címe a videónak, hogy Populus nigra jegenye nyár visszaifítása. Mikor volt Magyarországon olyan nagy vihar, amely ember életet is követett? 2006, így van, és akkor nagyon sok helyen az önkormányzatokban úgy döntöttek, hogy kiváló összeépíteni, kiváló
Így van, vagy visszaépítják, és rengeteg nyárfát és zuglóba is így félbevágtak. Na most, ha azt a videót megnézik, akkor ott azt lehet látni, mint itt is ezen a képen, valójában nem tudjuk megmondani, hogy ez most egy fiatal telepítés, vagy pedig egy... Vagy pedig egy ifjítás. Miért nem tudjuk megmondani? Mert nagyon gyorsan visszanő, jó? Tehát ha rendkívül gyorsan visszanő, épp ezért kiválóan alkalmas arra, nem gondolj, hogy fölnő 20-25 méterre, ha bármikor viharosabb időjárás támad, vagy pedig úgy gondoljuk, hogy egész egyszerűen csak veszélyt jelent azok járókra, vagy a parkoló autókra, de hát már a telepítésnél természetesen érdemes odafigyelni, akkor nyugodtan egy félbe lehet őket vágni, és lényegében egy fél év múlva már senki meg nem mondja, hogy azok kérdezik, hogy visszaépített Oculus Negro-i karikát. Szaporításmód nevelés, az alapfajt maglól, milyen kertészeti üzemegységekben szaporítják az alapfajt magról? Hangosan? Hát mit gondol? A kertészeti ágrában? Barkács Áruház kertjében? Hol? Rigában, igen. Jó, ki tudja erre a választ? Hol? Hangosan? Jól mondod? Az erdészeti csemete kertészben. Jó, a fajtáját fázsúványa, melyik a fajtája? Latinul az egészet, mondja hangosan? Hangosan? Pontosan, jó. A felhasználása kiváló parkfa. Az elegant nőhely, ez természetesen ez ugye nem csak arra, hiszen ugye ez fölfele nő, tehát lent lényegében éppen csak mondjuk egy vagy másfél négyzetmétert elfoglal. Az elegant nőhely az azért is nagyon fontos, mert hogyha egész egyszerűen egy szűk helyre van beültetve, akkor látványilag mi történik ezzel a dologgal, ezzel a jegényárral? Borlán. Itt arra kell gondolni, hogy ha valami nagy, akkor azt honnan szoktuk látni? Messzébe. Pontosan így van, jó? Tehát, hogy itt első vagy arra kell gondolni, hogy ahhoz, hogy tudjunk élvezni egy növényt, hogy egy picit így távol kell tőle menni, de ugye csak akkor tudunk távol menni tőle, hogyha egyáltalán van erre lehetőség. Jó védősávokba is utak mellé, ilyen mezővédő erdősávokról hallottak már? Igen. És mi az? Az utak mellé szokták építeni, hogy azt szeret. Hát az az utak mellé, de mondjuk van két mező, és akkor közé tesznek egy sávokat. Akkor meg ugyanaz, hogy a mező. Igen, igen, meg a szél, meg a hó, meg minden. Jó, tehát jó, gyufa és a cellulózipar felhasználja a fáját. Jó, kártevő kórokozó betegségek, a nyárfa levél, aknázomoly, levélhullást, korai levélhullást eredményezhet nála. Szárazvárosi környezetben a lisztharma megtámadhatja, és a nyárfa levél gubacs a levélen, a levélnyélen károsíthat, levélnyélben, levélnyelén. De azt azért tudni kell, hogy van egy vegetációs időszak, lehet, hogy száraz, lehet, hogy bármi történik, és valamilyen betegség megtámadja. Többnyire aztán ennek a vegetációs időszaknak, amikor vége van, akkor egész egyszerűen ugye lehullanak a levelek, és ez a nyárfa, a fekete nyár, Oculus Negro italica, a fajtája, az egész egyszerűen kezd egy új évet, mintha mi sem történt volna, jó? Tehát, hogy valójában a betegségek, azok hosszú maradandó károsodást nem okoznak, az az év, akkor kicsit rosszabbul sikerült neki, és akkor utána megtalálták. Rendkívül vitális, nagyon szépen gyorsan növő növényről van szó.